Látva a kritikákat és az értékeléseket, most valami nagyon népszerűtlent mondok. Igen, látom, miért gondolják szarnak a filmet, de nekem mégis nagyon bejött. A texasi láncfűrészes mészárlás. Miután megnéztem a filmet, igen, értem a negatív véleményeket, de korán sem az a nézhetetlen szar, aminek az internet népe elmondja. Sőt, egyes részei kompetensen vannak megcsinálva, a vérengzés egyenesen mesteri, itt-ott sokkoló lehet egyeseknek. Az áldozatok nagy része viszont indokolatlan, buta, és a Halloween-koppintása nem sikerült igazán az eredeti karakter visszahozásával, de a film Kárpótól az influencerek brutális pusztulásával. Sőt, a lelkem magaslatokba emelkedett az örömtől, ahogy brutálisabbnál brutálisabb módon nyírja a bőrpofa az önelégült influencerek sokaságát. Mert lássuk be, aki influencernek hívja magát, ezt vagy ettől rosszabbat érdemel. <laughs> Hú, wow, mi volt ez? A történet szerint az erőszakos nagyvárosból egy csapatnyi influencer, akik a pokol tornádszára valók, uh, wow, kiköltözik egy haldokló kisvárosba, amit fel akarnak futtatni, és egy felvilágosult, szocialista utópiát akarnak belőle varázsolni, ami majd a béke és a biztonság szigete lesz, ahonnan jobbá teszik majd a világot. Ja, mert a j félék azt szokták tenni. A város, amit választottak, egy régi gonosz, bőrpofa otthonaként szolgál, aki nem nézi jó szemmel a város felszeletelését és a történteket, és újra láncfűrészt ragad. A film közvetlen folytatása az 1974-es eredeti filmnek, és koppintja a 2018-as halloween vint abban is, hogy a köztes részeket semmisnek tekinti, és az eredeti film túlélőjét is visszahozza, hogy felvegye a harcot a gyilkossal, mint Laurie Strode, csak itt nem jól csinálják. A film napjainkban játszódik, így 48 év van a két rész között, ergo egy 70-80 év körüli bőrpofa mészárolja az életerős embereket. És a társadalom söpredékeként élősködő parazita influenzereket. Wow! Ezt valakivel meg kéne beszélnem. Szóval a korkülönbség kicsit kivesz a filmből. És a bőrpofa vs. Kóbor János hogy? Ez nem a kóbor? És nő? Wow! Na ez az összecsapás elég gyenge De mindenért, tényleg mindenért kárpótól a brutalitása a filmnek. A látványvilág, ahogyan a csonkításokat felvették, ahogy a vértől hörögve, halásikoljal küzdve hullanak alá a pokol bugyraiba az influencerek... <kül> Halló? Témién atya? Megint kezdődik. Szóval az a látvány valami fenomenális. Nem sorolom fel a színészeket, mert körülbelül olyanok, mint amit egy horrorban elvárunk. Kivéve a tesco Margot Robbie Samara Weaving hason más Nell Hansen, aki kivételesen okosan viselkedik egy horrorfilmben, bár mivel fehér, ez meg a Netflix, nem menti meg a sorsától. Megtalán a helyi kemény csávót alakító Mo Ford is okosabban viselkedik. A többiek csak ágyugoljó töltelékek a trancsírpartihoz. Ebben a filmben igazából bőrpofának lehet szurkolni, sőt, vártam a végén egy ilyen bosszú féle befejezést, hogy megjelenik Freddy, hogy Bőrpofa, azt hiszed, te vagy az egyetlen gorosz. Beszélnünk kell a mészárlás ligája. Ha, basszus. Ezt most így meg is akarnám nézni. Nálam a film egy szolid 6 a 10-ből. Újat nem mutat, a karakterek a film végére elcseszett idióták, próbál aktuál politikát is beleönteni kevés sikerrel, de rettentően jól látni a társadalmi fricskáját, az influencerek haszontalanságának, a gyilkolászás kompetensen van megcsinálva. A hibái ellenére én nagyon élveztem. Nem fog mindenkinek tetszeni, az biztos, mert értem a felhozott negatívumokat, de az erőszak a pozitív felé billentette nekem a mérleget. Nyilván franchise akar lenni, nyitva van a folytatás lehetősége, pedig ennek pont nem kéne annak lennie. De láttunk nagyobb szentségtörést, ami a folytatásokat illeti. Most jöttök. Láttátok a filmet? Mi a véleményetek róla? Tényleg olyan rossz, mint aminek az internet beállítja? Vagy nektek esetleg tetszett? Bármi is legyen a válaszatok, azt hagyjátok lent a komment részben. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra. Hamarosan ismét jövök. Sziasztok!